Sziasztok! Azt hiszem, hogy már ígértem, hogy készítek egy objektívan a Felcsúti Kisvasútról című videót. Hát azt most itt kezdem. Látható, hogy most nincsenek DK-s nénik a sinek között, de hagyjuk is a politikai olvasatát ennek a kérdésnek, foglalkozunk inkább a szakmaival. Megvettük a jegyet. A objektívnak a negatív oldala, hogy nem lehetett, van egy nagyon tuti terepasztala a jegypénztárban, és nem engedték levideózni, ki van írva, hogy fényképezni, videózni tilos, sajnos. Ez a Bicske-Székesfehérvár vasútvonal járt itt valaha, 1898-ban épült, és hát Bicskét Székesfehérvárral kötötte össze, ez az állomás, annak egy középállomása volt. Itt 1979-ben megszüntették a személyforgalmat, de nem szedték fel a vágányokat, mert a két végén főleg honvédségi hadi okokból szükség volt a vágányra. Bicskétől egy honvédségi olajraktárhoz ment egy iparvágány, ami ebből ágazott ki, illetve Székesfehérvártól Lovasberényig is használták a vasutat, illetve odáig mai napig is használják, bár ma már csak azt hiszem, hogy fát rakodnak, de például szovjet laktanyának volt iparvágánya azon a szakaszon. Na most hogy jött ez az egész? Ugye hát tudjuk, hogy mi a dolognak a háttere, politikai háttere, hogy a miniszterelnök ebben a faluban született, és ennek ilyen, hogy is mondják ezt, hogy ő szeretett volna itt fejlesztéseket, hát ugye abban a helyzetbe került, hogy megtehette, illetve hát a körülötte levő Puskás Akadémia, ugye tudjuk, hogy épült egy stadion a faluban, az ő szülőháza szomszédságában, és hát jött ez a vasút ötlete is, ami egy teljesen oké ötlet, hogy itt van ez a 30 éve elhagyott vasútvonal, és hogy hát a térségnek ez jót tenne, hogyha ezt fejlesztenék. Megvásárolta a Puskás Akadémia a Bicske és Vértesacsa közötti szakaszt, és hát igazából itt kezdtek bele a munkálatokba. A eredeti tervén úgy tudom, hogy az volt, hogy rendes, normál nyomtávú nagyvasútnak, tehát hogy egy rendes dolgozókat, iskolásokat, utazókat szállító vonalnak, mint ahogy ez volt régen is, olyannak újítsák fel. De valamiért ez a terv megváltozott, ez kisvasúti berkekben sem nagyon tudja senki, hogy ez hogyan változott meg ez a terv, de olyan 2014-15 körül, amikor felgyorsultak az események, és valahogy pénz akadt erre a felújításra, akkor már kisvasútba gondolkodtak. Hogy ez most a miniszterelnöknek a gyerekkori álma, hogy itt kisvasút legyen, vagy valaki félreértett valamit, vagy ennek valamilyen gazdasági, vagy technikai konkrét oka volt, ami miatt gazdaságosabb volt ezt így megvalósítani, ezt nem tudom. Minden esetre ugye a számokat mindenki ismeri, legalábbis aki a magyar politikai sajtót valamilyen szinten követi, ugye, hogy jó 1 milliárdba került, azt hiszem 1,1-be ez a vasút, 5 vagy 6 kilométer, ami egyébként azért lássuk be, hogy vasúti berkekben nem számít nagy összegnek, és ugye ebből 600 milliót az EU fizetett ki. Hát ilyen 5-6 kilométer pályára a látható műszaki színvonalon szerintem nem olyan sok ez. Persze nyilván sok abban az olvasatban, hogy más kisvasutak ennek a töredékéből gazdálkodnak, és lelkesedésből az üzemeltetők, akik például főként erdészetek, vagy esetenként civil szervezetek, ők nyúlnak zsebbe, és ők tesznek hozzá meg lelkesedést és anyagi forrást ehhez a dologhoz. Itt ugye azért volt központi támogatás, tehát itt azért elég jó finanszírozással épülhetett meg ez a vasút. Mondják azt is kritikaként erre a vasútra, hogy tényleg, hogy a semmiből a semmibe vezet. Hát ez vasúthálózatilag tényleg így van, viszont itt két új, illetve egy új és egy régi turista látványosságot köt össze. És múltkor, amikor itt voltunk, hát most nem sokan szálltak le erről a vonatról, de múltkor, amikor itt voltunk, akkor teli volt a szerelvény, tehát alig volt szabad hely.
Úgyhogy most be fogjuk utazni a felcsúti állomás, ez a közepe egyébként a vonalnak, itt van a fűtőház, a központ és az állomás, a két végén csak egy körüljáró vágány és egy megállóhely van. Ezt a fűtőházat ezt újonnan építették, az állomás épület az viszont a régi 1898-ban épült MÁV szabványú épület lett, egész magas műszaki színvonalon felújítva. Azt még el kell mondani a dologról, hogy a járműveket a Kókaféle közlekedéspolitikai koncepcióban megszüntetett nyíregyházi kisvasútról hozták, és nagyon szépen fel lettek újítva, legalább nem ott rozsdásodnak, tehát itt legalább közlekednek. Lehet, hogy nem sokan szálltak le, de azért a vonaton vannak, ülnek emberek, tehát azért az sem igaz, amit cikkeznek, hogy egyáltalán nem utazik senki ezzel a vonattal. A múltkor is utaztak rossz időbe, most is, mi is utazunk, meg mások is. No, hát akkor szálljunk föl. A nem politikai okból szállunk az üresebbik kocsiba, hanem azért, mert abban jobban lehet videózni. Keskeny nyomközű kisvasút, nem áll meg, csak lassít. Mi pedig indulunk. Berreg már a mozdony. Látszok, ennyi lett volna. Ide is mondom, oda is, mert két kamerával megy ez a dolog, Rikálinál is. Így van, elbúcsúzunk a felcsúti kisvasútról, egy nagyon tartalmas napunk volt és megyünk hazafelé. Örülünk, hogy megnéztétek a videót, ha nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel Benzére is, meg Rikálira is. Mindmire nem, mert neki nincsen YouTube csatornája, de majd rábeszéljük. Még nincsen. Még van. És ami nagyon fontos, és a lemomba a tanulságot, minden nagyon szép itt tényleg, tehát most tényleg politika mentesen tűnik, nem? Az egész környezet, hogy ezt el lehet mondani, és ezt el is kell ismerni. Na, sziasztok, srácok! Sziasztok!